Sziasztok, jó reggelt! Elnézést kérek a hangomért és az esetleges tüsszögésekért és köhögésekért, borzasztó beteg vagyok. Most már napok óta próbálok feküdni, hogy jobb legyen, és hogy mára egy kicsit beszédképes legyek nektek. Úgyhogy remélem, hogy ez menni fog erre a fél órára. A sétáról szeretnék nektek beszélni, egyrészt mert jött egy-két kérdés, másrészt pedig azt látom, hogy az emberek abszolút nem foglalkoznak azzal, hogy hogy sétálnak a kutyáikkal. Ez egy ilyen szükséges rossz, pláne ebben az esős időben, miközben annak kéne legyen a legfontosabb közös tevékenység. Abszolút semmit nem korrigálnak az emberek, mert önmagában az fizikai problémát nem okoz, ha mondjuk egy csivava vagy egy yorki húzza a pórázt. Rajta van egy hám, egy flexi, és igazából arra megy, amerre akar. Ami probléma nyilván, de a gazdák ezt nem értékelik problémának. Ha már egy nagy kutya húz, az már probléma, az már fizikailag is probléma, hiszen a gazdának balesetet is okozhat, elránthatja, egy csomó minden történhet, és hát nyilván nem kellemes úgy sétálni, hogy folyamatosan így rángat a kutya, mert te próbálod visszahúzni, stb. Na most nyilván ennek van egy alapvető oka, hogy a kutya miért húz. Erről nagyon sokat beszéltünk, a falkasorrend. Igazából a gyökereknél kell kezdeni. Tehát önmagában csak a húzást megszüntetni borzasztó nehéz, hogyha egyébként semmi nincsen rendben a kapcsolatunkban oly módon. Tehát ilyenkor azt szokott, hogy de hát úgy szeretjük egymást. Persze, az nagyon jó, hogy szeretitek egymást, csak ő nem a gazdájának tekint, hanem egy falkatársnak, aki mondjuk egy játszótárs. És hát, mint ilyen, gondolhatja azt, hogy te nem vagy alkalmas arra, hogy megvédd a falkát a lehetséges veszélyektől, és ha hagyod előre menni, akkor te azt jelzed, hogy ez így van. Tehát igazából ő a legalkalmasabb arra, hogy legelőször találkozzon a veszéllyel, tehát ő erősebb helyen van a falkában, mint te. Na most valószínűleg innen eredeztethető egy csomó probléma, és mondjuk ugyanez okozza azt, hogy mondjuk a pórázon lévő kutyánk megtámad másik kutyát, vagy embert, vagy ördünk bizonyos dolgokra, mondjuk gördeszka akármi, amit ő veszélyesnek ítél. De erről majd később. Tehát ha húz, annak lehet ez az oka, illetve nagy valószínűséggel ez az oka, illetve a kisületlen energia. Tehát ha van rá lehetőségünk, akkor mondjuk nagyon sokat segít ezen, ha mondjuk egy kerti kutyáról beszélünk, ha mondjuk lelabdázzuk, vagy feladatokat adunk neki, mielőtt elmegyünk sétálni. Mert akkor kicsapjuk azt a fölösleges energiát, ami mondjuk, ha napi egy séta van egy kerti kutyánál, akkor remélem van minden kerti kutyánál napi egy séta. Tehát akkor kicsapjuk azt a fölösleges energiát, és már nem borzasztó energiával teli állapotba visszük az utcára. Nyilván minél többet sétálunk a kutyával, annál kevésbé lesz izgatott az utcai szagoktól, ingerektől. Tehát ha heti egyszer visszük a kutyánkat sétálni, akkor ne csodálkozzunk, hogyha megőrül az utcán. Eleve ijesztőbbek számára az ingerek, másrészt pedig nyilván az az energia, ami benne van, nem feltétlenül megy ki. Ugye mondtam, hogy húz hámba a flexipórázzal. Na most nagy testű kutyánál eleve felejtsük el a flexipórázt, és a hámot is. Ugye a hám az azért nagyon jó, mert a teljes stressz súlyával bele tud feszülni, és mindenféle kényelmetlenség nélkül tud minket rángatni. Tehát a vizslánkat sétáltatjuk, engem sose húz, ahogy a párom kezébe kerül, azonnal vágtat bele az árokba. Lehet, hogy azért, mert nem őt fogadta el falka vezérnek. Az is lehet. Vagy egyszerűen te szoktad fegyelmezni,
a párod pedig nem szokta fegyelmezni, és azt gondolja, hogy a párodnál azt csinál, amit akar. Tehát valószínűleg ez van. Nyilván a falkában máshova tesz titeket. Tehát ha te foglalkozol többet a kutyával, akkor valószínűleg igen. Vagy te vagy a gazdája, vagy meg egy kicsit ilyen falkán kívüli játszótárs. Na, szóval a hámott nagytestű kutyánál és flexipórász pláne felejtsük el. Korrigálni kutyát nem lehet flexipórázon, és hámmal sem. Tehát sajnos nagyon sok állatorvos azt mondja a gazdáknak, hogy a kis kutyának nem egészséges a nyakörv. Hát nem tudom. 8 éves Szuka Yorkie kislány és 5 éves Pincher fiú ivartalan összeszoktatása működhet. Minden kutya összeszoktatása működhet. Tehát Hudinak 8 hete műtötték a lábát, de sétálnál így is 20 törött lábbal. Hát törött lábbal, ott kettec nyugalom kéne, és csak pórázas séta. Ez nagyon nehéz egy magas energiaszintű kutyánál. Ilyenkor mentális fárasztást szoktunk javasolni, tehát mindenféle feladatot, amit csak ki tudtok találni. Agyban gyönyörűen el lehet fárasztani a kutyát, úgyhogy mielőtt kimentek, meg egyébként is, ha egy pörgősebb kutyáról van szó, napi többször agyban kéne fárasztani. Egyébként a visszatérve az összeszoktatásra, persze csináljatok olyan dolgokat, amiket szeretnek csinálni. Az 5 éves Szuka, ő még nem olyan idős, tehát ha tudnak együtt játszani, nyilván ne azonnal akarjátok, hogy nem tudom, hogy már együtt vannak, vagy a jövőben tervezitek. Ez attól függ, ha írsz nekem üzenetet, akkor beszélhetünk erről. Na, szóval egészen apró kutyánál lehet korrigálni valamelyest hámmal is, tehát ilyen 1-2 kilós kutyáknál még oké, de mondjuk egy tacskónál már biztosan nyakörv. Senki ne, tehát a zsinoros póráz és a folytóporáztól senki ne őrüljön meg, tehát ez a neve az, de ez nem azért van, hogy megfojtsuk a kutyát, mint ahogy az elektromos nyakörv se azért van, hogy áramot vezessünk a kutyába. Tehát a folytó nyakörv mondjuk egy Rottweileren, vagy egy Dobermanon, vagy egy Pitbullon indokolt. Sajnos vannak olyan országok, nem is olyan messze, a szomszédos Ausztria, ahol például ezt betiltották, azóta sokkal több ilyen jellegű, fizikailag sokkal erősebb kutyával van probléma, és nem bírják a gazdák kontrollálni, tehát csak a kutyák szívják meg ezeket a tiltásokat. Tehát ennek állatjóléti okai vannak, hogy betiltják, miközben az állat sokkal jobban szenved attól, ha mondjuk a gazdája soha többet nem tudja elvinni sétálni, mert nem bírja el egy normális nyakörvvel. A folytópóráz, vagy a folytónyakörv és a nyakörv sem azért van normál pórázzal, hogy az állandóan feszüljön. Tehát kettő kicsit belerántunk, megvárjuk, hogy belazuljon, szépen mellénk jöjjön a kutya, akkor nagyon megdicsérjük. Nem nagyon nagy energiával dicsérünk soha ilyenkor, tehát hogyha leül a kutya, mondjuk ülni tanítjuk, akkor se nagyon nagy, szépen halk szavakkal, simogatással. Ugye a nagyon nagy energiával, ha mi nagyon örülünk neki, akkor is vissza kell fognunk magunkat, hiszen akkor felhúzzuk a kutya energiáját, és nyilvánvalóan felpattan ülésből. Nyilvánvalóan, ha mellénk jött sétánál, akkor is azonnal elkezd rohanni, mert örül, hogy megdicsértük. Tehát a dicsérettel is óvatosan kell ilyenkor bánni, hogy érezze, hogy megerősítést kapott a viselkedése, de ne húzzuk fel nagyon az energiáját. Tehát szépen kettőt belerántunk, belazul, mellénk jön. Igen,
Írja Brigitta, hogy pórázas sétálunk, kisköröket vigyázunk a lábára, júliusban veszik ki a csavarokat. Igen, sajnos ezek a csavarok el tudnak törni, úgyhogy az ugrándozásra oda kell figyelni. De mondom, nagyon sok feladat van, vagy vannak ilyen logikai játékok, most ezt nagyon idézőjelben mondom, amit lehet kapni kutyánknak. Tehát, hogy agyba fárasszátok, mert az legalább annyit számít. Tehát a húzást nagyon finoman, de folyamatosan korrigálni kell, mert gyakorlatilag ez egy rutinná válik. A kutya befeszül, húz, neki kicsit kellemetlen, de igazából nagyon nem zavarja, és szépen ez egy ilyen megszokássá válik, hogy a kutya húz, aztán megszokássá válik az, hogy a kutya örjöng más kutyákra, akkor ha meglátunk egy másik kutyát, összeszorul a gyomrunk, és átmegyünk a túloldalra, és így nevelünk antiszociális, boldogtalan, frusztrált kutyákat. Tehát nagyon fontos, ha mondjuk az utca végén, a kerítésnél örjöng a kutyánk, akkor nem azt csináljuk, hogy másfelé sétálunk, hanem azt csináljuk, hogy amikor van időnk, akkor megállunk annál a kerítésnél, és nem mondunk semmit, nem csinálunk semmit, nem üvöltözünk, nem tiltjuk, nem rángatjuk a pórázt, megállunk. Örjöng a kutya, ugat, mancsol, ugrál ránk, rángat, stb. Lehet, hogy egy fél óra, lehet, hogy egy óra, de egyszer csak leül és néz ránk, hogy most mit akarsz. Na és akkor nagyon megdicsérjük. És ezt megcsináljuk 5-ször, 10-szer, 15-ször, és rá fog jönni, tudom, nagyon sok idő, nagyon sok energia. De 10-15-18 évig élünk ezekkel a kutyákkal. Tehát megéri, és miattuk meg kell tennünk, mert nekik ez nem jó. Bocsánat. Tehát, ha örjünk a kerítésen lévő kutyánál, akkor ezt csináljuk. Ugyanezt csináljuk akkor, hogyha utcán örjünk. Megbeszéljük olyan barátokkal, akiknek normálisan kontrollálható, normálisan szocializált kutyája van, hogy találkozzunk utcán. Nyilván nem engedjük össze azonnal a pórázon. Találkozzunk, együtt sétálunk, elsétálunk egymás mellett. Nyilván, ha ugyanazzal a kutyával sétálunk, akkor a harmadik alkalommal már nem lesz semmi baja. Találkozzunk új és új kutyákkal. Nagyon sok olyan kutyás közösség van, ahol ezt meg lehet beszélni. Nyilván a másik lehetőség az nagyon sokan kutyafuttatóba azért nem viszik a kutyájukat, mert örjünk. Ki kell próbálni. Lehet, hogy csak pórázon örjünk, mert akkor rád vigyáz. Lehet, hogy szocializációs probléma. Ugye, ha nem viszem kutyafuttatóba, mert minden egyes alkalommal probléma van vele, fölrakok rá egy szájkosarat. Ugye ez nagyon érdekes a szájkosár. Egyrészt visszavesz a kutya arcából, másrészt pedig én, mint gazda, nyugodtabb vagyok, hogy biztosan nem lesz baj. Tehát, hogyha beviszem egy kutyafuttatóba, és félek attól, hogy probléma lesz, akkor, hogyha én, miután a kutyák az energiánkból táplálkoznak, pláne, hogyha ez egy rosszul fölépített falka, és a kutya úgy gondolja, hogy rám vigyázni kell, akkor nyilvánvalóan azt eredményezi, hogy ha érzi, hogy én be vagyok feszülve, mert abban a helyzetben befeszülök, mert félek, hogy mi fog történni a többi kutyával, akkor a kutya ezt érzi, ő azt gondolja, hogy ez a helyzet valóban nagyon ijesztő, mert hát a gazdám is be van feszülve, a másik falkatag, aki nem túl ideális esetben alattam van, tehát akkor meg kell védenem. Tehát exkaláljuk ezt a problémát, mert ha sétánál elkerüljük, tehát sosem szoktatjuk hozzá, hanem elkerüljük. Futtatóba nem megyünk. Egyébként sétánál, ha meglátunk egy kutyát, akkor befeszülünk. Ha bemegyünk kutyafuttatóba, akkor befeszülünk, mert félünk, hogy mi fog történni. Akkor nyilvánvalóan a kutya egyre bizonytalanabb lesz ezekben a szituációkban.
Mi egyre többet járunk futtatóba, Snooki elvonul a többi kutyától, eleinte azért ugatott, most már csak elvonul külön. Néha pedig odaszaglászik a kutyusokhoz, ha úgy gondolja. Ez kezdetnek nagyon jó, sajnos vannak kutyák, akik nem tanultak megjátszani. Ugye a kutyákkal való konfliktusnak egyrészt az az oka, amit mondtam, hogy rossz a falkasorrend, másrészt pedig a szocializáció hiánya. A szocializáció hiánya az több dologból ered. Egyrészt nyilvánvalóan az a kutya, aki x évig a kertben élt, és aztán egyszer csak gondolunk egyet, és elkezdjük sétáltatni, az nem lesz egy szociális kutya, sem emberrel, sem kutyával. De emberrel még azért inkább, mert jártak emberek hozzánk. Másrészt a kicsi kor az nagyon meghatározó. Egyrészt, hogyha elválasztják túl korán a kutyákat, mint például a szaporítók, akik árulják a hirdetési oldalakon 30-40-50 ezerért a kutyákat, azok mondjuk 4-5 hetesen elválasztják a kutyát és eladják. Most azt a fajta szocializációt, amit az első 8-7 jelent, ahol az anyukája egy csomó mindenre megtanítja, hogy hogy kell a testvéreivel kommunikálni, hogy kell játszani, mi az, ami még megengedhető játék, mi az, ami már nem. Egymást is kontrollálják. Ez a fajta szocializáció szinte behozhatatlan. Tehát ha valakinek szaporítótól van a kutyája, akkor az annak sokkal nehezebb dolga lesz valószínűleg. A másik probléma az, hogy ugye, ha rendesen akarjuk oltani a kiskutyát, akkor nagyjából 3 hónapos koráig abszolút nem megy utcára, ezáltal a kutyákkal sem találkozik. Úgyhogy, ha lehetséges, akkor el kéne vinni olyan közösségekbe, barátokhoz, rokonokhoz, ahol tudjuk, hogy egészséges oltott kutyák vannak, és hozzánk is jöhet egészséges oltott kutya. Akár lakásban, akár kertben lakunk. Mert nagyon fontos, hogy amikor igazán fejlődik az idegrendszerük, és amikor nagyon fontos időszak van szocializáció szempontjából, pont abban az időszakban tartjuk távol a kiskutyát az interakcióktól. Tehát ezt amennyire lehet, meg lehet csinálni. A másik oka lehet a szocializáció hiányának, illetve a bizalmatlanságnak más kutyák felé, ami lehet elvonulás, lehet menekülés, vagy lehet támadás. Ugye ezeket választják a kutyák, ha valami nekik nem szimpatikus. Az az információ hiányos állapot. Ezt arra mondjuk, hogyha egy kutya szocializációja oly mértékig hiányos, hogy semmire nem szocializálódott gyakorlatilag. Tehát minden, ami számára ismeretlen, az riasztó. És gyakorlatilag minden ismeretlen számára. Tehát mondjuk nekem van egy máltai selyem kutyám, aki egy disznóba bezárva élt 8 évig, onnan szülte a cuki-muki máltai selyem kutyákat a hirdetési oldalra, és nagyon sokan voltak, olyan 35-40-en voltak, tehát kutyákkal nem volt soha semmi baja, viszont embert nem nagyon látott, csak azt az egyet, aki néha bedobta nekik a kaját. Ennek megfelelően minden embertől félt, de olyannyira, hogy harapni próbált, hogyha hozzányúltál, úgyhogy ő volt az egyetlen a mentésben, akit altatásban kellett lenyírni és ultrahangozni, megvizsgálni, mert nem hagyta magát. Nagyjából egy évig mindenkit megharapott. Nyilvánvalóan ezért is lett az én kutyám, hiszen ki akar egy emlődöganatos, fogatlan, antiszociális máltait, nyilvánvalóan senki. Hát én. Úgyhogy ezért lett az én kutyám. Az információ hiányos állapot abból ered, hogy nem találkozott autóval, nem találkozott görkorcsolyával, nem találkozott idegen emberrel, nem találkozott semmivel, fűszállal, falevéllel sem. Tehát igazából minden ilyen számára ismeretlen dolog,
az borzasztóan félelmet generált, és egyébként még emberekkel szemben a mai napig félelmet generál. Nyilvánvalóan azok az emberek, akiket megszeretett, megszokott, azokkal már nagyon cuki, oda megy, csóvál, boldog, jön velünk sétálni, nem menekül el, most már nem harap, viszont ha jönnek hozzánk idegenek, akkor azonnal elbújik valami olyan helyre, amit ő biztonságosnak ítél. Tehát ezt a fajta információhiányos állapotot gyakorlatilag nagyon lassan és nagyon kicsit lehet korrigálni. Ugyanez vonatkozik arra, amit ugye a kérdező írt, hogy a kutya elvonul külön, odaszaglászik, de nem nagyon tud mit kezdeni ezzel. Nyilvánvalóan, ha x évig a kutya nem nagyon játszott, akkor ezt valahogy meg kell tanulnia. Ezt vagy sikerül, vagy nem, vagy van kedve hozzá, vagy nem. 7-8 évesen már ez lutri, hogy igazából szeret játszani, vagy nem szeret játszani. Ha egyébként a kutya szeretett játszani, akkor 10-15 évesen is még simán játszhat. Ugye beszéltünk itt az eszközökről. Az eszközök önmagukban nem jók vagy rosszak. A folytónyakörv, a szájkosár, ami itt felmerült, az nem egy ilyen őrületes korlátozása a kutyának, hanem egyszerűen egy olyan eszköz, amivel a kutyának is nagyobb szabadságot tudunk adni, azzal, hogy rárakunk egy szájkosarat, és akkor szabadon szaladgálhat. És nekünk is sokkal több olyan élményünk lesz, hogy a kutyával nem történt semmi probléma. És nyilvánvalóan ez egy kölcsönhatás. Tehát onnantól kezdve, hogy egyre több olyan élmény lesz, hogy a kutyával sétáltam, és bementünk a futtatóba, és nem történt semmi, és összeszaglászott, és kergetőzött, akkor mi is egyre felszabadultabbak leszünk, és a kutya is érzi, hogy egyre kevésbé feszülünk be abban a helyzetben, ezáltal ő is sokkal kevésbé feszült. És ez egy ilyen kölcsönhatás. És a kutyák mindig mindent a mi energiánkból merítenek, tehát célszerű mondjuk kutyát sétáltatni nem őrült, feszült állapotba, mert akkor nagy valószínűséggel nem lesz egy örömteli séta, vagy ha nagyon gyengék vagyunk, akkor válasszuk meg, hogy milyen jellegű sétára megyünk a kutyával, mert nem biztos, hogy fogjuk tudni fegyelmezni. Ha nagyon rossz lelki állapotban vagyunk, akkor sem. Bocsánat. Tehát nyilvánvalóan a kutyák abból táplálkoznak, amit mi kisugárzunk. Tehát, hogyha bármitől fél a kutyánk, vagy bármire rossz reakciót szokott produkálni, és mi mindig befeszülünk, akkor a kutya mindig még feszültebb lesz abban a helyzetben. Tudom, hogy nagyon nehéz azt megcsinálni, hogy jó, most akkor elengedem, és laza vagyok, és oké, hogy minden görkorcsolyást vagy gördeszkást le akar venni a deszkáról, de most elmegy mellettünk egy gördeszkás, és nagyon laza vagyok. Hát ez nyilván nem fog sikerülni. Ami még nagyon sokat segíthet ebben, hogyha olyan kutyákkal sétál, akiknek semmilyen reakciójuk nincs erre. Tehát, hogyha ismerünk olyan falkákat, vagy ismerünk olyan embereket, akik egy-egy kutyával szoktak sétálni az adott területen, akkor csatlakozzunk hozzájuk, és nézzük meg, hogy azok a kutyák hogyan viselkednek azokban a helyzetekben. És nyilvánvalóan, hogyha sétál a mi kutyánk mellett három másik kutya, aki semmilyen reakciót nem mutat arra a gördeszkásra, akkor az is segít, hogy bemenjen neki az az információ, hogy ettől nem kell tartani. Nyilvánvalóan ezt akkor tudjuk megoldani, hogyha a kutyánk nem reaktív más kutyákra. De ha mondjuk reaktív más kutyákra is, akkor rárakunk egy szájkosarat, és úgy sétálunk velük, hiszen akkor nagy valószínűséggel semmi probléma nem lesz a séta közben. Két lejet ütünk egy csapásra, egyrészt szoktatjuk más kutyákhoz, másrészt pedig szoktatjuk a mellette elhaladó számára ijesztő dolgokhoz. Úgyhogy
Azt gondolom, hogy az eszközök azok sosem jók vagy rosszak, hanem tudni kell megválogatni, tehát ne féljünk a szájkosártól, ne féljünk a folytónyakörvtől vagy a zsinórpórásztól, mert azok nem azért vannak, hogy a kutyának kellemetlenséget okozzunk, hanem azért vannak, hogy tudjuk megfelelően kontrollálni, és saját magunkban is egy komfortosabb érzés legyen a séta, és ezáltal a kutyában is. És ha szépen korrigáltuk a dolgokat, akkor az a folytópóráz az nem folyt, hanem a szép lazán lóg a kutya nyakába, sokkal lazábban, mint egy normális nyakörv. És hogyha már nagyon stabilan működik más kutyákkal szájkosárba, akkor első körben egy-két nyugodtabb kutyával próbáljuk meg összeengedni, nyilvánvalóan kontrollált körülmények között, úgy, hogy mondjuk ismerjük azokat a kutyákat, ismerjük a gazdákat, nem esnek kétségbe, és nem lesznek felháborodva, ha van valami konfliktus. De azzal meg kell várni azt, hogy már nagyon stabil legyen, hosszú időn keresztül stabil legyen a kutya más kutyákkal, nem morogjon oda, stb. Stb. Úgyhogy mindenféleképpen kell tudni megválogatni az eszközöket, és adott esetben azok az eszközök kellhetnek ahhoz, hogy mi túl tudjunk lépni az adott problémán, és ezáltal a kutyánk is. Úgyhogy ha bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban, akkor az anita@superdog.hu-ra várom az e-maileket, és bocsánat, de most egy pár perccel előbb befejezem, mert már borzasztóan nehezemre esik beszélni a megfázás miatt, úgyhogy jövő kedden 9-kor újra találkozunk, és várom a kérdéseket az anita@superdog.hu-ra. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!